Jó napot kívánok! Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től. Itt vagyunk az Agromos Expo 2024. január 26-án, pénteken, és itt egy újdonságot szeretnék bemutatni. Itt a sok nagy gép között lehet, hogy elveszik egy kisebb méretű, de annál nagyobb jelentőségű újdonság. A T-Jet-nek az IC44-es permetező szabályzó egysége, ez egy izobuszos szabályzó egység. Arra találták ki a rendszert egy különleges árazással, hogy a már számítógépes vagy elektromos szelepekkel szerelt permetezőket, a már korábban megvásárolt gépeket izobuszossá lehessen alakítani. A rendszer két fő modulja, még itt a régi dobozolásba rakták, ezért írja az IC45-öst. Két fő egységet kell rögzíteni a permetezőre, és maga a rendszer, itt ez a három csatlakozó, csatlakozónként négy szelepet tud vezérelni, tehát ez összesen 12 szakasz szelepet tud ez a rendszer üzemeltetni. Tehát gyakorlatilag a legtöbb manapság használt permetező ezzel a rendszerrel felfejleszthető izobuszossá. A rendszer nem csak a T-Jet szelepekhez, hanem a Safi vagy Arag, illetve egyéb szelepekhez is kapcsolható. Tehát ami meglévő szelepek vannak, tehát így akinek egy Arag Bravo 180-asa van, ami itthon egy igen elterjedt, vagy egy T-Jet 844-es számítógépe, gyakorlatilag magát a régi számítógépet és a kábel köteget kell kihelyettesíteni ezzel a rendszerrel, megmarad a rendszernek a régi sebességszenzora, illetve a meglévő átfolyásmérője, és azokhoz kell tudnunk csatlakoztatni. Az újdonságról itt az akciós újságunkban is írunk. Egyébként, hogyha valaki nem csak a szelepeket szeretné, vagy nem csak a számítógépet, hanem a hidraulikát is szeretné erről az izobuszos rendszerről vezérelni, azt is meg lehet tenni, akkor az nagyjából egy ilyen 500 eurós felárat jelent. Tehát maga a rendszer, amit mindenki szokott kérdezni, ez egy 3000 eurós rendszer, ez maga az eszköz igénye, ebbe felszerelés díj az nincsen benne. Itt látszódik, hogy erről nézzük, itt az izobusz csatlakozás. A rendszer viszont monitort nem tartalmaz, tehát úgy kell tekinteni, hogy ez az izobuszos traktorhoz csatlakoztatható, vagy itt például egy Matrix 908-as sorvezetőre lehet, erre itt nézzük a sorvezetőt, ami sorvezető és izobusz monitor egyben, tehát ezzel összekapcsolható, sőt itt az akciós újságban, hogyha megnézzük, itt van tehát gyakorlatilag ez a rendszer, amikor a Matrix 908-as izobuszossá van csatlakoztatva, és van hozzá egy izobuszos csatlakozó, amit itt megmutatom, hogy hogy néz ki. Itt egy kicsit ide be lehet kukkantani, és gyakorlatilag ez a doboz, ami az izobuszos traktorokban is benne van, és akkor ennek van itt a túloldalán az izobusz csatlakozó. Jó? Amennyiben a termék fölkeltette érdeklődésüket, keressék területi képviselőinket, illetve központunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!